Alig néhány hónapja zajlott le a parlamenti választás. Körzetünkben Bányai Gábor képviselő kapta meg a megbízást Kiskunhalas és körzetének a képviseletére. Bányai Gábor képviselő úr mandátuma átvétele alkalmával több alkalommal is kijelentette, hogy minden választó, minden polgár képviselője kíván lenni, és valamennyi vállalkozás, valamennyi polgár számára próbál támogatást hozni, akár európai, akár kormányzati forrásból. Én magam részéről hiszek Bányai Gábornak. Ugyanakkor nem hiszek azoknak a híreszteléseknek, és nem hiszek azoknak a rémhíreknek, amelyeket alapvetően a Fidesz helyi képviselő jelöltjei fogalmaznak meg az elmúlt hetekben. Ők azt mondják, hogy csak kormánypárti polgármesterrel, vagy csak kormánypárti többségű önkormányzattal fogunk tudni pályázatokat nyerni. Az elmúlt 4 év sem ezt bizonyítja. Az elmúlt 4 évben is, bár erős ellenszélben, de Kiskunhalas városa számos projekthez nyert támogatást. Lásd például kórházberuházás, szennyvíz beruházás, Jókai utcai rekultiváció, illetve a háttérben épp most zajló városközpont felújítás. Összességében mintegy 15 milliárd forint támogatást nyertünk, és a ciklus első időszakában nem kormánypárti alpolgármestereink voltak, hanem azon kívüliek.